A programsorozat június 7-én veszi kezdetét, író-olvasó találkozók és koncertek is szerepelnek a 83. ünnepi könyvhét eseményei között. Az eseményt szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének igazgatója úgy véli, fontos, hogy a színes programok segítségével felkeltsék a lakosság érdeklődését. 3-400 ezer az a rendszeres könyvvásárló, a magyar irodalmat értő módon olvasó, akikre bizton számíthat a könyvkiadás ipara, bizton számíthatnak a magyar olvasók. Ez az arány nem kevés, de nem mondhatunk le arról, különösen arra gondolunk, hogyha a jövőben is legyen olvasója, vásárlója a magyar könyveknek, hogy folyamatosan újabb és újabb olvasó rétegeket szólítsunk meg. Székesfehérvár 25 éve csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. Jövőre a tervek szerint egyébként városunkban tartják a 84. ünnepi könyvhét országos megnyitóját, hiszen Székesfehérváron ünnepi emlékév lesz 2013, Szent István halálának 975. valamint a székesfehérvári 1938-as országgyűlés 75. évfordulójának tiszteletére. Házigazdaként egy ilyen rendezvényt megszervezve biztos, hogy a könyvkiadók is talán még inkább odafigyelnek azokra a szerzőkre, akik Fejér megyéhez vagy éppen Székesfehérvárhoz kötődnek, és fordítva is igaz, hogy természetesen a közvélemény figyelme is jobban ráirányul ilyenkor a városra és a város kulturális irodalmi életére, úgyhogy ez egy szép lehetőség lenne a város egészre és azon belül természetesen az alkotók számára részére is. A csütörtökön kezdődő 83. ünnepi könyvhéten mindegy 100 kiadó, összesen 333 újdonságával találkozhatnak az olvasók. A budapesti könyves seregszemléhez idén mintegy 60 vidéki település csatlakozott, Kolozsváron pedig már másodszorra rendezik meg a könyvhetet.